Sziasztok, szép jó estét nektek! A nevem Csongan Sunim, röviden Sunim, ez azt jelenti, hogy szerzetes. És ti ebben a tornateremben nagyon sokat edzetek, és most egy kicsit beszéljünk ennek a lelki tudati oldaláról, mit jelent az, hogy megerősödni. És az erősséget azt itt nem izomerőben vagy hasonlóban mérjük, hanem hogy a lelked mennyire erős, amikor arról van szó, hogy az életet élni kell, mert megszülettünk, és dolgunk van egymással, és ezen a világon, egy idő után, amikor már kellő izomzatot szedtél össze, akkor rájössz, hogy valami egyéb erő is kell, és ezt hívják lelki erőnek, vagy a tudatod erejének. Mitől szoktunk szenvedni, vagy mit nem bírunk? Azt nem bírjuk, első körben, amikor hirtelen veszteséget szenvedünk el. Tehát valaki elvenni tőled a mobilkát, vagy elvenni a kedvenc játékodat, a kedvenc babácskádat, vagy valami hasonló értékes tárgyat, akkor az ember tiltakozna, ordítana, feldühödne, és nem nagyon szeretné. Amikor olyat kapunk, amit nem kívánunk, tehát kapsz egy önházi feladatot a nem kedves tanárodtól, amit nem szeretnél megcsinálni, akkor azt se szoktuk szeretni. És kiderül az, hogy ahhoz, hogy te felnőtt légy, lelkileg is, szellemileg is felnőtt légy, ahhoz néha ezeket a megkülönböztetéseket fel kell tudni adni. Tehát itt is van olyan, hogy ugyan szeretheted az edződet, de van még száz hasizom gyakorlat, és bele akarsz pusztulni, de mégis megcsinálod, bár a test az már azt mondja, hogy, hogy öh, fáj, fáradt vagyok, hagyjanak engem békén, megyek zónyozni. Nem, megcsinálod, majd utána. Úgyhogy a fizikai sport az nagyon fontos, de az, hogy a lélek is valamit sportoljon, és kibírd mások érzelmeit és a sajátjaidat, mások gondolatait és a sajátjaidat, mások szavait, hogy beszélnek hozzád, és a sajátjaidat, és amikor mások tetteit és a sajátjaidat is ki kell bírni, ez a négy nagy terület van, ahol érdemes megerősödni, amellett, hogy fizikailag is erős vagy. A zen most nektek valami újdonság lehet esetleg idegen, vagy valami különleges, és amikor arról van szó, hogy meditáció, akkor nagy részletek nem tudja, hogy ez micsoda. És az a jó hír, hogy ma este nem is nagyon fogunk belemenni sokkal inkább arról lesz szó, amire ti vagytok, vagy ti lehettek kíváncsiak, és ne a zent, vagy a buddhizmust akard megcélozni, mert azt nem ismered. De azt már ismered, hogy ennyi idősen mi az, ami foglalkoztat, mi az, ami érdekel, mi az, ami zavar, és ezt nyugodtan megkérdezheted. Ugyanis a zen nem dogmatikával, fix tanokkal, vagy olyasféle nézetvilággal, könyvekből dolgozik, ami számodra magas, furcsa, idegen vagy érthetetlen. A zen közvetlenül az ember tudatával foglalkozik, tehát közvetlenül veled. Te vagy az érdekes, és nem az a sok-sok könyv, amit 2500 év alatt írtak. A legnagyobb problémánk szerintem, mint emberek, nekünk az, hogy nem kapunk használati utasítást az élethez. Tehát nem mondják meg, hogy kik vagyunk, bár sokan szeretnék, de ezek ellent mondanak egymásnak. Nem mondják meg, hogy a világ micsoda, csak különböző nézetek vannak, és ezek a nézetek is vitatkoznak egymással. Nem tudjuk biztosan, hogy mi a jó és mi a rossz, mert arról is rengeteg szekérderéknyi nézet van. Ami általában örömet okoz, az szokott jó lenni, és ami szomorúságot okoz, az szokott rossz lenni. De ahogy növekszünk, ez is tágul. Tehát nem szeretjük a fájdalmat. De mégis el kell menni fogorvoshoz, nem szereted a gondolatát se, én se. De amikor sajog itt a balansó hatos, akkor emegyek. És ott aztán rájövök, hogy gyakran, talán évente is kell egy bizonyos kor után. Vagy talán még emlékszel arra, amikor védőoltást kaptál. Én emlékszem pedig, csak 8 éves voltam az egyiknél, de olyan dühös lettem tőle, mert belém szúrtak egy tűt. És belém szúrt a tű, és fájt. És nagyon-nagyon csúnyákat mondtam, és mégis szükség volt rá. Van-e ilyen kérdésetek bármilyen? Ami a testi edzés, lelki edzés, az életnek bármiféle oldala, iskola, család, bármi. Most. Miért lettél ilyen edző, vagy ilyen élekedző? Azért lettem szerzetes, mert én ezt tartom a legjobb életformának a magam szempontjából. Lehettem volna nagyon sok minden, sokféleképpen tudtam volna tanítani, segíteni, de én azt éreztem már nagyon korán, hogy nekem ez kell. És szerencsére megtaláltam azt a környezetet, ahol ezt lehetett, és ez a koreai zen hagyomány volt. Ennek nem tudom neked elmondani a, a racionális, okszerű ok hátterét. Ez nem olyan, mint egy matek példa, hogy tegyük föl, hogy, és akkor írsz. Vagy kiszámolod, vagy végig gondolod. Ez olyan, hogy egy egy napon, egy pillanatban hirtelen rájössz, hogy ez kell. Ahogy a művészek rájönnek, hogy most akkor kifaragok egy szobrot, és az a szobor az így fog kinézni. Tehát ezek azok a pillanatok, amelyek előtt nincs gondolkodás. És gondolkodhatsz róla később, de az nem változik, az ott marad. Mint ahogy elmehetsz a Gellért hegy előtt is, és hogyha felhős az idő, akkor a hegy egy picit sötét, ha napos az idő, akkor világosabb. Ha esik az eső, vagy köd van, akkor eltakarhatja. Az a hegy ugyanaz marad, az nem fog különbözni egyik napról a másikra. Tehát a legfontosabb gondolataid azok ilyenek. Nincsen előtte más ilyen zaj, meg számolgatós, meg egyebek. És ha be akarod hívni ezeket a gondolatokat, akkor tegyél fel egy kérdést, ezt javaslom, és ez nem korai egyikötöknek sem. Az a kérdés, hogy mi a dolgom, nem pusztán az a feladat, amit mondjuk a szüleid adnak, vagy a tanáraid, esetleg az edződ, de ezek mind szép sorban kis feladatok. De a nagy feladat az, hogy rájöjj, miért születtél meg. Rájöjj, hogy mi a dolgod ebben az életben. Nem csak a szakma, a párválasztás, a különböző felnőtt feladatok, hanem a léleknek mi a dolga. Milyen úton akar járni, hova akar eljutni. Ezt hívom belső értéknek. Tehát meg kell találnod a belső értékeidet, és ezt csak kereséssel, csak útonjárással találhatod meg. Ha nem találod meg a saját belső értékeidet, akkor a világ majd megmondja. Beléd lesz injekciózva szépen, hogy akkor neked kinek kell lenned, mi az érték, mit kell csinálnod, stb. De ezt megtalálhatod belül is. És hogyha megkérdezed magadat, előbb-utóbb megérkezik az a válasz, ami nem változik, ami nem mozog. Úgyhogy ez a belső edzés. Amikor azt mondja Attila, hogy 20 fekvő akkor azt mondom, 20 perc kérdezés belül az ugyanolyan edzés, hogy mi a dolgom? Te a lélegzel. Mi a dolgom? Lélegzel. És utána szépen belül folyik a, a, tisztulás. Úgyhogy ez el fog tartani egy darabig, de érdemes vele próbálkozni, hogy egy igazi edzésprogram éveket vesz igénybe de érdemes. Köszönöm. Szívesen. Számodra mit jelent a sport, a mozgás? A mozgás legfontosabb élménye számomra az, hogy a test és a lélek egy helyen van. Tehát amíg igazából sportolok és mozgok, az akármikor történt fiatalon, középkorúan, mindig az volt, hogy nem volt időn gondolkodni. És a mozgás kötött le teljesen. Ez egy olyan állapot, amikor a test és a lélek egy helyen és egy időben van. Az ellenpélda az, hogy mondjuk edzel odakint, te unalmas. És akkor elkezdesz gondolkodni azon, hogy mit akarsz ezután csinálni, hogy mondjuk elmész a Dunaplázába és megnézel egy filmet. Milyen filmet? És akkor belül megy a moziműsor, latolgatod a csillagok alapján, hogy mit szeretnél választani, de közben a test megfut. Na ez nem jó. Ez azért nem jó, mert romlik a pillanatnak a minősége, romlik a jelenléted, romlik az a, azt mondom, emberi minőség, ami a figyelemből áll. Tehát, hogyha a test és a tudat más helyen van, akkor ketté válsz. Ha a test és a tudat egy helyen van, akkor egyé válsz. És ez az egyé tapasztalat nagyon fontos. A zen iránytűben ötféle meditációt különböztetnek meg, és ennek a legelső az az úgynevezett külső út meditáció. Tehát van egy külső tárgy, például egy pohársimogató verseny, és a pohársimogató versenynél mindenki időre simogatja a poharat. És amikor ez nagyon-nagyon komolyan több versenypályán egyszerre zajlik, akkor teljesen oda kell koncentrálni a pohársimogatásra. Nem lehet máshova, különben lehagyja a másik. És éppen ezért a legkomolyabb eredmények azok mind fejben dőlnek el. Tehát miután megvan a fizikai készségbeli egyéb felkészültség, mind fejben dől el, és nem az, hogy mit gondolsz, hanem hogy mennyire tudod megtartóztatni magadat a gondolkodástól. Tehát minél kevesebbet gondolkodsz, annál több energiát marad a versenysportra vagy az edzésre magára. Hogyha edzés közben az ember még külön agymunkát végez egy másik helyen, másik időben, ezt hívjuk abstrakciónak, ez, ez megosztja az erődet. És komoly versenyeken lehet azt látni, hogy a hajrában egy tizeddel megveri az egyik hajó a másikat. Miért? Ezért. Már mindenkinek savasa az izma, már mindenki oxigénadóssággal küzd, már mindenki... Fizikailag nagyjából ugyanott van, mert az 1000 méter K4-est úgy, úgy tolta végig, ahogy. De amikor kevesebbet gondolkodsz, akkor több energiád marad magára a cselekvésre. És amikor többet cselekszel, akkor kevesebb energiád marad minden másra, ami azon kívül van. Tehát a sport az ebből a szempontból egy nagyon fontos tapasztalat, készségfejlesztés is, de a lélek erejét és a tudatnak a jelenlétét növeli. Azok az ellentétek, amelyek bennünk vannak, azok energiát termelnek. Milyenek lehetnek ezek? Például az, hogy nincs valamid, de meg szeretnéd szerezni. Mondjuk szeretnél egy Playstation 3, 3, 4, hol tartunk? Tehát szeretnél egy Playstation 4-et, de anyuka azt mondta, hogy nem. Apuka is azt mondta, hogy nem, és majd később kisfiam. Te meg rájössz, hogy hát neked kéne haverokkal is kéne játszani, és a PlayStation 4 most a legmenőbb, és akkor azt kell. Mit csinálsz? Megkérdezed, hogy hát hogyan járulhatnál ehhez hozzá, és akkor anyuk, azt mondja, hogy hú, micsoda felnőtt ez a gyerek, dolgozni akar az álmaiért. És akkor kitalálnak valamit, hogy vagy így, vagy úgy, de dolgozhass érte, és akkor ez a PlayStation Sport. És nagyon komoly belső energia az, hogy nincs valamim, de meg szeretném szerezni. Ennek a fordítotja is megvalósul, hogy van valamim, amitől viszont meg szeretnék szabadulni. Mondjuk egy olyan úszóöv itt, amitől meg szeretnék szabadulni, és akkor azért dolgozik rettenetesen sokat az ember, hogy ez az az úszóöv ott ne legyen és jól nézzen ki, legyen erős, stb. stb. Ha megnézed, ez a belső feszültség, hogy van valamim, de nem kéne, hogy legyen, nincs valamim, de kéne, hogy legyen, ez az első kettő. A másik kettő az pedig az emberes változata ugyanennek. Tehát nem vagyok olyan emberek társaságában, akikkel szeretnék lenni, és addig keresgélek, amíg olyan társaságban nem kerülök, hogy én is elfogadjam őket, ők is elfogadjanak engem, legyen egyfajta bizalom, együttműködés, és a többi. Másik ennek a fordítottja, hogy olyan társaságban vagy, ahol nem szeretnél lenni, és ki akarsz onnan kerülni. Ez is nagyon nagy feszültség lehet, és például egy rossz munkahelyet választottál, más szempontok szerint döntöttél, és akkor kiderült, hogy mégis az emberi társaság ennél fontosabb, és akkor vágyol vissza a régi munkahelyedre, ahol szerettek, meg te is őket, kevesebb pénzt kaptál, de boldogabb voltál, stb. 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 Úgyhogy ez a négy ilyen feszültség szokott az emberekben a legkomolyabb lenni, és ezek az ellentétek, ezek energiát adnak. Energiát termelnek, motiválnak. De hogyha nem váltott cselekvésre ezeket, akkor belül ezek szét tudnak égetni. És arra kell figyelni, hogy tudd, hogy mit akarsz. Ez egy kicsit az előző kérdéshez viszont hogy mi a dolgom. Vagy mit akarok. Ez egy másik kérdés, mind a kettővel dolgozhatsz. De annyit tudj, hogy a kérdés, ez kinyitja a tudatot, a kijelentések. A definíciók, meghatározások, azok meg lezárják. Nincs több kérdés, ez van, kész. Úgyhogy merj föltenni kérdéseket, nem csak itt, az életedben bármikor. Hát attól jutsz előrébb, hogy használod a saját szemedet, füledet, orrodat, szádat, stb. Tehát teljes emberi lényedet használod, és a gondolkodásodat is használd helyesen és ez azon is múlik, hogy hogy tudsz kérdezni. Egy rossz kérdésre nem lehet jó választ adni. Egy jó kérdésben rengeteg munka van. És ha föl tudsz tenni egy jó kérdést, akkor a válaszadás az már nem annyira nehéz. Hogyan jöttél rá, hogy hogy kezdtél el úgy egy módon, egy dologra koncentrálni? Tizenéves koromban jogával foglalkoztam elég sokat, és nagyon szerettem ezeket a gyakorlatokat, mert úgy elcsendesítettek engem, meg megnyugtattak, meg egyebek, és végeztem saját elhatározásból különböző összpontosító gyakorlatokat, például egy gyertyafényt nézni egy darabig. Ezt ne csináld, mert különben mindenhol ilyen gyertyafényt fogsz látni utána, és ez nem a legszükségesebb gyakorlat. Nagyon sok mindent kipróbáltam, és arra jöttem rá, hogy ebben az életben, hogyha nézed, szinte mindig mennyiségeket akarnak rádrakni. Egyél több kenyeret, így áll több tejet, legyen több ugye, pénzed, minél több autó. Tehát ilyen mennyiségi lett, főleg ez a fogyasztói társadalom. És nagyon nehéz eljutni a minőségig. És hol van az a minőség, amitől az összes többi függ, az benned van. Tehát a tudatod minősége, a jelenléted szilárdsága, a tudatod tükrének a tisztasága, ez fogja a minőséget meghatározni. Mondok egy példát. Nálunk meditációval foglalkoznak a gyakorlók, tehát belül dolgoznak, és az általános tapasztalat az, hogy ugye az ég az mindig kék, ha felhős, ha nem, tehát felhő fölött mindig kék, de amikor meditáció után kilépnek a templomból, akkor olyan elképesztő, tisztán és erősen tapasztalnak, hogy ránéznek az égre, és olyan kék még soha nem volt, mint az nap. Ugyanez igaz arra, amikor mondjuk megisszák a kedvenc italukat, vagy megeszik a kedvenc ételüket, olyan íze még nem volt soha. Miért? Mert letisztult az érzékelőjük, letisztult a tudatuknak a tükre. Amikor én arra rájöttem, hogy ez a minőség akkor van, ha egy időben egy helyen tudsz lenni testileg, lelkileg, akkor én ezen kezdtem el dolgozni már 24 évesen. És ez már egy jó darab ideje volt. Tehát, hogyha ezen te folyamatosan dolgozol, akkor nem szenvedsz kárt semmiben, nem veszítesz el semmi, ösmit, ami neked fontos, sem emberben, sem másban, de megtanulsz jelen lenni. Erőfeszítés nélkül koncentráltnak lenni. Amikor ez az egy dolog számomra nyilvánvalóvá vált, érdekes módon megjelent az a tanító is, Szunkszenz Mester. 1991-ben találkoztam vele, és 2004-ig szinte folyamatosan tanultam tőle, ebből hat évet Koreában. És az egy nagyon komoly kurzus. Tehát ott pont arra van kitalálva az egész, hogy tisztán, világosan egy légy jelen, lásd tisztán, haj tisztán, érzékelj tisztán, teremts kapcsolatot tisztán, és helyesen cselekedj. Úgyhogy ez az a minőség, ami számomra fontossá vált, és onnantól kezdve a mennyiség az másodlagos lett. Világos, hogy kell valami tartalék. De csak két kezed van. Egyszerre több kesztyűt kettőn nem tudsz fölhúzni. Egyszer egy pár bakancsnál többet nem tudsz viselni. Egyszerre csak egy lovon tudsz ülni. Tehát nagyon sok minden abból következik, hogy ez a test és ez a lélek hogyan működik. Na most ennek a minősége nagyon fontos. Hát, hogyha nem minőségi az, amit szeretnél, akkor hirtelen pótcselekvések következnek be, mert pótolni akarod azt, amit nem kaptál meg. Tehát érdemes magas minőségért dolgozni, egy valamiért, vagy egy valakiért tenni, és akkor értelme van az egésznek. Ha nem, akkor csak ilyen váltások vannak, hogy két évente veszel egy autót, de ugyanolyan rossz mindegyik, vagy évente lecseréled a tabletedet, de ugyanolyan rossz mindegyik, és ugyanolyan gépiesen élménytelen az egész. Úgyhogy a minőségorientált élet az tényleg azzal kezdődik, hogy építesz egy jó testet, építesz egy jó lelket, felépíted magad azzal a személyé, aki szeretnél lenni. És ezen múlik az összes többi minőségélmény fiatalok vagytok, nagyon nagy az esély arra, hogy olyan emberek legyetek, amilyenek szeretnétek lenni. Tehát ezt nem késő elkezdeni soha, nem is korai elkezdeni soha, de minél fiatalabban jössz erre rá, annál jobb. Úgyhogy nekem szerencsém volt. És ugye a szám az tényleg a lélek tükre? Az. Jót kérdeztél. Legyen bátor más is, kérdezzetek. Hát azt szeretném kérdezni, hogy az ilyen különböző szenvedélybetegségek, mint a játékfüggés, ilyen számítógépes játékfüggés, dohányzás, alkohol, egyebek, ennek kezelésében hogyan játszhat szerepet a zen, miben tud segíteni? Én azt gondolom, hogy a zen és a sport együtt az jól tud működni. Általában nem tudod leültetni a szenvedélybetegeket meditálni, mert túlságosan vagy izgatottak, vagy elvonási tüneteik vannak valamelyik szélsőség. Volt szerencsém tanítani eh, drogrehabban, amikor már fizikailag tiszták voltak a eh, paciensek, de mentálisan még, még mindig fügtek. A függő viszony nem értéséből és nem átlátásából származik a szenvedés nagy része. Ezért lövik túl, ezért lesznek kórosan függők. Én állítom neked, hogy a játékfüggés és az úgynevezett nem anyagi alapú, nem kémiai alapú függés ahol nincs dealer, akit le lehetne tartóztatni, nincs droghálózat, amit föl lehetne göngyölíteni, az sokkal nehezebb. A legrosszabb és a legjobb döntésed között manapság egy darab egérklikkantás van, semmi több. És nem büntethető. Nem is kell büntetni, informálni kell, tanítani kell, hogy az élet végül is milyen. Ahogy mondtam az elején, az élethez nem kapsz használati utasítást, amikor megszületsz, anyuka nem ezt viszi haza a kórházból, vagy a szülőszobából, hanem az, hogy neked kell megtalálni, hogy ez az élet végülis miről szól, és mik a veszélyek, és mik a lehetőségek. Tehát az egyik nagyon komoly élmény, ami már fiatalon elfog egy pár embert, ez a mulandóság. Tehát, hogy mennyire elképesztően gyorsan távozunk innen, élünk 70, 80, esetleg 90 évet, és ahhoz képest, hogy a fák, a folyók, a hegyek, a föld, mennyi ideje van itt, és mennyi ideig lesz meg itt, ahhoz képest mennyi egy kis szúnyogcsípés vagyunk az időnek a készfején. Ennyi. Vége. A másik, a mulandóság mellett, az pedig a, a, tökéletlenségünk. Tehát az, hogy mennyire szeretnénk valamivé válni, és itt a minőségre visszautalok, és mennyire képtelenek vagyunk az teljességgel megvalósítani, úgy, ahogy azt szeretnénk. És rájövünk később, hogy nem ez a legfontosabb, hogy az én ideám egyedüli ideaként sikerüljön, hanem hogy valahogy segítsünk egymásnak ennek az életnek a leélésében és a céljaink megvalósításában. És akkor ez a tökéletlenség sem zavar annyira. De a harmadik nagyon fontos jegye az életnek az a feltételhez kötöttség. Például ebben a helységben most nagyjából 21 fok van ezt felvinnénk csak 10 fokkal, 31, mindenki izzadna, mint a ló, és nem lenne kellemes, ki kéne nyitni az ablakot. Levinnéd 10 akkor már hideg van, tehát 15 alatt azért már cidriznénk, 11 körül látszana már a lehelet is, és nagyon sokáig ebben az öltözetben nem maradnák meg. Na most, ha jobban megnézzük, akkor az ételtől, italtól, környezettől és egyébtől való függés, ez mindenki életének a része, így születünk meg így növünk föl, és így megyünk egészen a, a halálunkig. Viszont vannak olyan függéstípusok, amelyeket a társadalom nem fogad el, mert az ember és a környezete számára egyaránt káros, és a kábítószer függés, a játékfüggés, az egyébek, ez, ez, mind ilyen. Hát nézd meg, mindenki étel, ital, szeretet, oxigén és egyéb függő. Ezt most mutattuk be, ez nagyon világos. De erre nem írnak ki külön klinikát, hogy az ételfüggést, meg a szeretetfüggést, meg a természetfüggést gyógyítsák, mert ez az élettel együtt jár. De az, hogyha valaki cselekvésképtelen lesz, mások segítségére szorul, elködösül a tudata, nem tud kommunikálni rendesen a világgal, nem tud működni a világban, akkor egyértelműen az az illető problémája és a környezetének problémája, tehát elvesz energiát, ahelyett, hogy adna és a társadalom összes reflexe ezt nem szereti. Ezek a reflexek három nagy csoportban vannak. Az egyik a túlélő. Tehát aki nem segít a túlélésben, az annak a gátja. A másik a birtoklás. Tehát aki a, a, az adófizetők pénzét viszi, mert magatehetetlen, mert toxikus állapotban van, mert kezelésre szorul, mert a tudata nem tiszta, ő viszi a, a forrásokat, és a birtoklásban nem segít, hanem pont az ellenkezőjét teszi, miatta ugye rengeteg kórházi ápolás, doktorka, egyebek, minden kell. Ezt mind ki kell fizetni. Tehát a birtoklásban sem segíti a társadalmat. Hogyha lenne is a harmadik nagy ösztöncsoportban valami, ez a szaporodás, hát abban se lenne sok köszönet, mert akkor kéne az összes gyerekvédelem, kéne mindenki, aki arra szerencsétlen magzatra és gyerekre elkezdene vigyázni, és hogyha mondjuk a szülők drogfüggők, akkor egész biztos, hogy elvennék tőlük, és szociális gondozásba vinnék a gyereket. Tehát a függő viszonyokkal nagyon kell vigyázni, hogy miket vállalsz el. Azt látod már, hogy mindenképp függünk valamitől, valakitől, de nem mindegy, hogy hogyan. És hogy a függő viszonynak te melyik oldalán állsz, hogy te vagy az, aki segít másnak, vagy te szorulsz segítségre másoktól. Ez nem mindegy. Te vagy a probléma, vagy te vagy a megoldás. Nem az a kérdés, hogy függünk-e, mindenki függ, de mitől? Na azt te választod meg. Hogyha valakinek a sonkás a kedvenc étele, és ezt 20 éven keresztül eszi, akkor senki se fogja azt mondani, na, menjél létszés a detoxba, hogy ne legyen sonkás a függő, ehelyett anyuka megtanítja a jövendő belédnek, hogy a feleséged is azt főzze, és akkor az jó lesz. Úgyhogy ezek a függések, ezek teljesen magunk által alkotottak. Tehát te eldöntheted, hogy mostantól fogva nem a sonkás tészta lesz a kedvencem, hanem a répatorta. És akkor az lesz a kedvenced, semmi más. Miért? Megszűntél sonkás tésztát enni, és csak répatortát eszel teszertnek. De valamit enni kell. Tehát az ételfüggőség, mint a testi létnek az egyik fontos eleme, az meg lesz. De azt te döntöd el, hogy mennyit teszel, miért teszel, és mit mond rád a világ, hogy te most répatorta függő lettél, mert bemész a pékségbe, és nem marad belőle semmi. Jó. Úgyhogy meg kell nézni azt, hogy a függőségeink mit csinálnak velünk, és mit csinálnak belőlünk. Mert a függőségeink kiélése által valami vé válunk. És hogyan tudod egy függőségnek az igazi, teljes mi voltát megtapasztalni? Az elvonási tünetekkel. Hát mi van akkor, hogyha megszünteted a viszonyt? Mondjuk bőjtölsz három napot, abba senki se pusztult még bele. De nagyon megváltozik a kenyér íze, amikor három nap után eszel. Vagy van valaki, akitől azt hittem, hogy hát nem nagyon szeretem, nem nagyon szeretem. Jó, nem hívom fel egy hétig. Mert hogy az egyik hét után már azt mondod, hogy hát nem volt olyan jó viszonyunk, de már hiányzik. Stb. Úgyhogy nagyon sokféle függő viszony van, nézd meg az elvonási tüneteket. És hogyha jobban érzed magad a nélkül, akkor lehet, hogy tényleg jobban nélkül. Van, aki számítógép előttül naphosszat 8-10 órákat dolgozik, és amikor hazamegy, még akkor is szerverjátékokat játszik, mert nem tud mást, minden mást elfelejtett. Egy ilyen emberrel elmész mondjuk a hármas határhegyre sétálni, és hirtelen, mintha egy más bolygón lenne de a nap végére rájön, hogy ez tényleg valamivel jobb neki, mint az agysejtjeit szépen darabonként fejszével felhasító nullák és egyek. És akkor megváltoztatja esetleg a szokásait. Tehát a függés ez a szokások párosulnak, a függés ez a helyzet, a szokás ez a meghajtó. Tehát a szokásai dal gyakorlod ezeket a függő viszonyokat. Nem mindegy, milyen szokásokat építesz ki. Ezért van mondjuk az életrendnek egy óriási szerepe, rendszeres edzés, rendszeres jelenlét bizonyos emberek társaságában, rendszeres egyéb tevékenységek, test és lélek, tudat, egyensúlya. Tehát ezek ilyen humanista eszményeknek tűnnek, nem ebből a szempontból mondom, hanem abból, hogy mi az, ami egészséges. Előbb-utóbb rájössz, hogy mi az, ami egészséges, csak azt kell csinálni. A jövőbe tekintve is ezzel szeretne foglalkozni? Igen. Határozottan. Akármilyenek tűnik ez a megjelenés, én eléggé jól érzem magam ebben a bőrben, és nem, ez nem csak szubjektív, hanem úgy érzem, hogy így vagyok a leghasznosabb. Minden más minőségemben kevésbé lennék hasznos, ez az én érzésem. Úgyhogy ezért is csinálom ezt. Nagyon sok egyéb életformát fel tudnék venni, de ennek volt a legerősebb a hívása, ahogy ezt mondtam, és hát ezért foglalkozom vele, mert ez működik. Olyat csinálja, ami működik számodra. Meg másoknak is tudsz ezzel segíteni, jó? Okay. Egyéb kérdés? Egyszerűnek tűnő kérdésem lenne, hogy mi az élet értelme, szerinted? Milyen értelmet adnál neki, ha hát megtehetnéd? Hát segíteni másoknak. Mindenkinek más életértelme, szerintem. Akkor Attilának ez az életértelme, és ez azért fontos, mert az életnek eredetileg nincs értelme, de adható, sőt adandó. Azért adandó, mert enélkül a, azt mondom, imperatívusz nélkül, enélkül a belső látás, felszólítás nélkül, az ember nagyon hamar kifogy a motivációból, és nem kell föl reggel, és csak ott nézi a mennyezetet. Ezt hívják depressziónak. Tehát amikor kihúzzák a talajt az ember lába alól, azt érzi, hogy nincs miért, és nincs kiért, akkor az élet elveszti az értelmét. Aztán eltelik egy kis idő, és hirtelen valami történik, és akkor megint lesz. Eredetileg ennek az egész itt létünknek különleges célja, értelme és oka nincs. De hogyha meglátod, hogy az ember és ez a világ miből van összerakva, mit hoztunk ide le mi emberek a lélekben, és miből áll ez a világ körülöttünk, azon nyomban Megláthatod az okát, adhatod az értelmét, és megtapasztalod a jelentését. Tehát ezt mind mi csináljuk. Ha valakinél úgy látod, hogy nincs értelme az életnek, akkor meg kell kérdezni, hogy miért jöttél ide, mit látsz, mi van benned, mi a dolgod. Ezekkel a kérdésekkel ki lehet nyitni a kapukat, és amit eddig nem látott, azt meglátja. Tehát az életnek adható és adandó értelem. De ez nincs eldöntve sehol, nincs megírva semmiben. Ez bennünk van. Ezért kell megtalálni. Ha megtaláltad, akkor lesz ez szellemileg autonóm és egy tudatos lény. Hogyha nagyon akarsz, akkor nem lehet elszakadni akkor se valakitől, ha szeretnél, akkor se. Mert azt mondta, hogy valakitől mindig függsz. Tehát akkor, hogyha nagyon szeretnél, akkor sem lehet elszakadni tőle. De és akkor más valakitől fogsz rögtön függeni, vagy pedig annak az embernek a hiányától. Matekból tudod, hogy a nullának is van számértéke, meg az egynek is. Az egy az az egy, a nulla meg a nulla. Hát van, amikor valakinek a jelenlétében szeretnél lenni. Ez is egy függés, és valakit pedig minden áron távol akarsz tartani. Az is függés. Valaki magányfüggő, valaki társaság társaságfüggő. Így már teljesebb a kép? Uh -huh. Oké. Okay. Kicsit visszakanyarodnék ehhez az életminőség, minőségi élet és egyebekhez. Tehát kamasz gyermek anyukájaként azt érzem, hogy nem én vagyok már az, aki ezt a minőséget megmutatja. És mi van akkor, ha azt látom, hogy rossz az, amit a környezet mutat, viszont azt érzem, hogy nincs hatásom már a gyerekre. Engedni kell tapasztalni, és a tapasztaltot megbeszélni vele, mind a kettő. Tehát, hogyha a saját ideádat szeretnéd ráerőszakolni, akkor elidegenedik tőled a gyerek egy idő után, és én ezt első kézből láttam egy olyan családban, ahol több gyerek volt, és anyuka nagyon erős volt, nagyon okos volt, nagyon szép volt, és apukával harcolva rá akart erőltetni az akaratát a gyerekekre, és a gyerekek elidegenedtek tőle. Három kettő nagyon gyorsan. És onnantól kezdve meg kellett gondolni azt, hogy hogy végül is az ő elgondolása, mit tesz a gyerekkel. Az, hogy neki van igaza, siába volt igaza, a gyerekek nem fogadták el. Ilyenkor a legfontosabb mozdulat, amit tehetsz, az az, hogy látszólagos kívülállóként, látszólagos kívülállóként, az okot és az okozatot láthatod a gyerekkel. Nem azt mondod, hogy jó vagy rossz, amit csinál ez a legkönnyebb, hanem azt láthatod, hogy most kin voltál két órát hemperegni a sárban. Sáros lett tőle mindened. A nadrágod, az inged, a cipőd, a stb. Szeretnéd letisztítani? Vagy holnap is kimehetsz, szeretnél megint sáros lenni? Tehát láthatni kell az okot és az okozatot, és ami nagyon veszélyesnek tűnik, fel kell tenni a kérdést, hogy ezt akarja-e. És az ember néha nagyon-nagyon bohó, és nem látja ezt az ok és okozat tett és következmény visszacsatolást, és évekig ugyanabba a falba beleveri a fejét. És mint szülő, vagy barát, vagy hozzá közel álló lény, ezt néha nagyon nehéz elviselni. De ha ott vagy mellette, akkor segítheted abban a pillanatban, hogy azt mondtad, hogy jó, anyu, ma nem megyek ki a sárba, és nem fogok meghemperegni, mit csináljunk? És akkor, akkor te jössz. De ha elfordulsz tőle, hogy azt mondod, hogy hát akkor majd a világ, majd az élet, stb., akkor ö, úgy engeded el, hogy többet nem számít rád. És ez az egyik legnagyobb ellentmondás, és főleg az anyák részére egy nagyon komoly fájdalom, trauma, hogy ők már tudják, hogy az hova vezet, a gyerek még nem. És a gyereknek végig kell menni az úton, hogy ő is megtanulja. És nem fog rád hallgatni. De hogyha a megfelelő kérdést fölteszed, és a megfelelő látást megadod neki, anélkül, hogy ítéletet mondanál fölötte, vagy afölött, amit csinál, akkor se ő, se te nem fogjátok egymást hibáztatni. Ő nem fog hibáztatni később azért, hogy amikor nélküled rájött, akkor megkérdezi, hogy anya, miért nem mondtad? Ha nem mondtad egyszer se. Három éve nem beszéltünk a témáról. Miért? És akkor rájött, hogy mert azért, mert az azt megelőző két évben teljesen felesleges volt, azt mondtad, hogy ez akkor most már téged nem érdekel, betetted egy dobozba a gyereket, és utána elküldted az élet nagy postájára. Ez is hiba. Az is hiba, hogy nap a primánkodunk, és ráütetjük a szoknyára, és hogy nem csinálhatja, és megkötjük, és manipuláljuk, és a többi. Ez is baj. Tehát a kettő közt az van, hogy jelen vagy, és megkérdezed, hogy mit akar, és közben láttatod az akaratának az eredményét. Uh -huh. És akkor rákérdezed, ezt akarod? Tehát ez a legsúlyosabb kérdés, amikor tisztán kell látnia, tisztán kell hallania, tisztán kell gondolkodnia, tisztán kell éreznie, senki nem teszi ezt meg helyette. És ez nem lehet elég korán elkezdeni. Tehát mi helyt lehet, nem mondjuk meg a gyereknek, hogy mi a tuti, Mit tartunk mi jónak, hanem tapasztaljon és segítsünk neki a tapasztalásban. Egyik ember sem keresi a szenvedést, de keresi a szabadságot. Egyik ember sem akar a boldogságtól távol lenni, de a maga útját akarja járni. És amíg ezek a fogalmak nem tiszták, addig nagyon sok butaságot csinálunk. Tehát például egy jól szituált szülői házban apuka akarata olyan, mint a vas. És a gyerek elmegy koldusbotra csak azért, hogy az apja akaratától szabaduljon stb. Jó? Tehát irányvétel, okozatiság, jelenlét. És akkor megy. El foglak nevezni Barcelonának, mert hat egyre vezetsz. Na, gyere, tesek. Attól, hogy a zent választottad, akkor, amikor még tanultad ugye a zent, attól még ugye... Ugyanúgy... Még most is tanulom. Ja, akkor még ugyanúgy edzettél, meg Próbáltad ugyanezt a fizikumot fenntartani. Pontosan. Ez egy jó dolog, és a kérdés is jó. Nem szűnhetsz meg a fizikumot fenntartani, hogyha például hegymászó vagy, karban tartod magad, ha jógi vagy, akkor nagyon hajlékonynak kell lenni. Ha zent csinálsz, akkor meg mondjuk lótuszülésben kell tudni ülni lehetőleg minél tovább de a fizikum fenntartása, a fizikum hajlékonyságának és erejének a fenntartása, ahogy ezt a bevezetőben mondtam, fontos, de nem elég. Mennyire hajlékony a tudatod? Mennyire erős a lelked? Mennyire bírod az életet és a halált? Ez egy külön edzés. És ehhez a fizikum kell, de annál jóval több, amikor a lelket edzed. És amikor rájössz, hogy erre szükség van, akkor megtalálod ennek a környezetét. Ezt hol lehet? Itt az edzőteremben fizikai edzést nagyon-nagyon jól lehet folytatni. És Attilának azt köszönhetitek, hogy most hozott -e egy olyan embert, aki a léleknek és a tudatnak az edzését folytatja több, mint 25 éve. Találkozol emberekkel. Meg szoktad érezni, hogy ők valójában milyenek belül? Tehát amikor egy új idegen emberrel találkozol, és eltöltesz vele pár percet, utána érzed, hogy ő valójában milyen ember, milyen személyiség? Egy jó részét igen, és ez nem szűnő csodálkozással tölt el, hogy hányfélek vagyunk, és milyen sokféleképpen tudunk érezni, gondolkodni. És a legnagyobb készség ilyenkor az, hogy tud megkülönböztetni azt, akit látsz, és amit látsz, de ne formálj életet fölötte, és ne címkézt fel a jó vagy rossz kategóriáival. Egyébként, hogyha ez a felcímkézés nem szűnik meg, az elején ugye felcímkézzük de ahogy tanulunk és növekszünk, úgy ez a címkézés csökken, és így a látóképesség növekszik. Tehát ha csak nullában és egyben tudsz gondolkodni, akkor ez egy nagyon kevés matek. Tehát, hogyha más számokban és értékekben, görbékben és egyenletekben is tudsz gondolkodni, akkor ez egy nagyon szép matek. De ahhoz, hogy jobban lásd, hogy kiül előtted, vagy ki van előtted, ahhoz a jó és rossz kategóriát belül meg kell szüntetni, és fel kell tenni a kérdést, hogy milyen? Ő milyen? És akkor egy elképesztően érdekes tükörélmény van, és a másiknak ezzel már segítettél. Miért? Amikor úgy látod a másikat, ahogy van, akkor ez számára az elfogadás érzete. Visszafele fordítva ugyanez, ha nem látod úgy a másikat, ahogy van, nem tud elfogadni mert akkor még mindig valamit kivetítesz rá, valamilyen ideát, elvárást, te ilyen legyél, te ne legyél ilyen, csináld ezt velem, ne csináld ezt velem, stb. Nem. Elfogadod úgy, ahogy van. Úgy látod, ahogy van. Ez a kettő ugyanaz. És abból lehet indulni. Mi a véleményed, hogy mi teszi az embert igazán boldoggá a mai világban? Nem tudom. Nem tudom, mi teszi boldoggá az embert. Ez egy általános kérdés, egy általános fogalomra ez nem rólad szól, mint válasz, csak azt mondom, hogy ezt, ezt nem lehet elmondani. Úgy, hogy, azért, hogy értelmes és érvényes válasz legyen. Nem tudom. Az, hogy téged mit tesz boldoggá, sokkal inkább megfejthető. De az a te dolgod. Jó. Egyéb kérdés? A zen, az mit, mit mond a halálról? Hogy az utána mi történik? Vagy milyennek a de elsősorban azt szeretném vázolni, hogy amit nyugaton tudunk a haláról, az nagyon nem ugyanaz, mint amit keleten beszélnek róla. És az, hogy félünk tőle, az nagyjából az ismeretlensége miatt van. És hogyha tudjuk, hogy valami hogy működik, akkor nem félnénk attól a működéstől, hanem megpróbálnánk például megfelelően működtetni azt. Azt kellene látnunk, hogy az ember életében és halálában két rövid és két hosszú szakasz van. Ezeket át kéne látnunk, hogy pontosan mi csodák. A két rövid szakasz az a megszületés és a meghalás. A két hosszú szakasz az a testben való lét, amit életnek hívunk, és a testen kívüli vagy test nélküli állapot, amit én nem hívok halálnak, mert teljesen felesleg, és ez ilyen lidéc, hogy halál. Nem tudjuk, hogy micsoda, azzal ijesztgettek minket állandóan. Hát nem, nem kéne ijesztgetni vele, meg kéne nézni, hogy milyen a testen kívüli állapot. Ha itt valaki álmodott már éberen, az tudja. Néha vannak olyan álmaink, hogy megéled azt, hogy visszatérsz a testbe. És az annyiban különbözik a haláltól, hogy volt, mint az űrsétán, egy ilyen biztonsági köteled, amivel így visszahúztad magad az űrhajóba. Halál esetén ez a kötél ez elvágódik, és nem tudsz az űrhajóba visszamenni, mert üzemképtelen, és akkor kell egy másik űrhajó. A lélek az testet ölt, megszületik, testben van, életben van, leválik a testről fokozatosan, vagy néha sajnos hirtelen, halál, meghalás, és utána van a test nélküli állapot, ami egy újabb újra folytatódik. Ezt hívják a lélek körforgásának. Ezt most nem kell elhinni, amit mondok. Azért ne, mert nagyon keveset tapasztaltál még belőle. Fogd fel munkahipotézisként. Nézz utána, ha érdekel. És nem odakint, hanem magadban. Erre is, ahogy az előbb a fiatal bátor kollega feltette azt a kérdést, hogy na hát akkor az életről mondjunk valamit, hogy mit akarunk, mit nem akarunk, és akkor megkérdezett, hogy mi a dolgom, ugye? Emlékszel rá? Felteheted a kérdést, hogy mi voltam, mielőtt megszülettem ott van az info belül, csak le van takarva. Így a jelenlegi kérdéseket látva, azt javaslom mindenkinek, hogy nagyon vigyázzon az érzékszerveire. Ugyanis ez a világ nagyon sokszor boldogságot hazudik azért, hogy te érzékszervileg ki legyél elégítve. Tehát, hogy amit látsz, amit hallasz, amit ízlesz, amit tapintasz, amit gondolsz, amit érzel, a számodra örömet okozzon. Minél gyorsabban, Minél tovább, minél kevesebb erőfeszítéssel. És itt van a csalás. Ezt hívjuk illúziónak. Tehát nem tudsz rá támaszkodni, mert a mostani fogyasztói társadalomban felkínált örömök nagyon nagy része nem csak, hogy kérészéletű, tehát nagyon rövid, hanem egészségkárosító is. Nézd meg a különböző mesterséges ízesítőket, vizesítőket, ízókúrákat, stb és nézd meg, hogy az, amit örömként, rövidtávú boldogságként felkínál a fogyasztói kultúra, az valójában hosszú távú károkozás. Tehát egy séf komolyan azt mondta nyílt színen, hogy a margarin az egy könnyű testi sértés. És ezt gyakorlatilag mi találtuk ki, és amíg fiatal vagy, addig nagyon ugye szereted a margarin és kenyeret, nem baj. Amikor olyan idős voltam, mint te, akkor én is ettem, aztán leszoktam róla. És a helyzet az, hogy meg kell nézni, hogy valójában mi történik bennünk. És ennek a benső működésnek a felfedezéséből következhet valami, nem attól, hogy szaladunk az érzékszerű vágyaink után. Erre kell vigyázni. A zen, hogyha már egy kicsit belekérdezte, azért szeretem, mert úgy működik, hogy nem csalódsz benne. Ha csalódsz, akkor a saját magad elvárásaiban, feltevéseiben, vágyaiban csalódsz. De a zen az olyan, hogy megállítod a tudatot, és látsz vele. Amikor a tónak a vize hullámos, akkor nem ver vissza semmit tisztán. Ilyen foszlányokat látsz mondjuk egy fűszfából, vagy a felhőkből. És amikor a tó vize szélcsendes időben szépen elcsitó, megnyugszik, tükör sima lesz. És a legkisebb lepkét is úgy mutatja, hogy van. Vagy a fűszfát, ami ott van a partján vagy a felhőket, amelyek elszállnak fölötte. A tiszta tudat pontosan ilyen. Úgyhogy mennyire erős a tónak a tükörképe? Hogyha elkezd fújni a szél megint, akkor megint hullámok vannak. De ha belül te a tiszta jelenlétet és a tiszta tudatot gyakorlod, akkor fújhat ugyan a szél, érhetnek események, hatások, de a hullámaid azok nem indulnak el. Nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy ha egy lavorvizet így ferdítesz, akkor szépen elkezd menni a ferdítés irányába. Milyen lenne, hogy egy olyan vizet töltenél bele, ami ugyanúgy benne marad a lavorban, elfordítod 45 fokkal, és a víztükör is elfordul 45 fokkal. És nem jég, víz. Ugye milyen érdekes? Na, a tudat ezt tudja belőle. Tehát minden helyzetben tiszta tud maradni, minden helyzetben mozdulatlan tud maradni, minden helyzetben ezt a látóképességét meg tudja őrizni, de ehhez gyakorolni kell. Ehhez gyakorolni kell azt a tisztánlátást, amit úgy hívunk, hogy nem mozduló tudat. Úgyhogy ez a, ez a belső sport. És a külső sport nem, hogy ezt nem zárja ki, hanem ezt bizony együtt lehet gyakorolni, csak megfelelő szemléletmód és edzésprogram kell hozzá. A zen mit gondol a sors kérdésére? Tehát, hogy mennyire van szabad akaratunk, és mennyire van úgymond, előre beprogramozva az az életút, amit végig kell járnunk. A zen az nem gondol semmit, de elmondom, hogy én mit tartok Jó. róla. Jó. Tehát a az, hogy amennyiben látod önmagadat, hogy hogy működsz, annyiban döntést tudsz hozni tudatosan, akkor van utad ha nem látod a lelkedet, és nem látod, hogy hogy működsz belül, akkor sorsod van. Nincs megírva a sorsban semmi, statisztikai valószínűségekről beszélünk, és hogyha nem írod fölül ezeket a valószínűségeket, akkor valószínűleg be fog következni. Úgyhogy mennyiben látod át a benned lévő erőket? Ennyiben van utad. Ha például az ember látja az egész termet, valaki belép az ajtón, mire ide ér, eldöntheted, hogy akarsz vele beszélni, vagy sem, kezet akarsz vele fogni, vagy sem, de hogyha nincsen a tudatodnak tere, és itt van egy függöny, és az illető így, huk, így megjelenik, már azon nyomban ott van. Nem tudod eldönteni. Nincs meg ez az idő. Tehát a tér és az idő, mint tudjuk, összefügg, és hogyha van tered, van időd, és hogyha van időd, akkor van tered is. És a tudatban ugyanez van. Ha a tudatod tere tiszta és tágas, akkor korán meglátod azt, hogy miben kell döntened, idejében döntesz, és akkor a cselekedeted, szavad, érzelmeid, gondolataid mind helyes irányba mennek. Ekkor van utad, mert eldöntötted, hogy merre mész. Ha nem, akkor csak ezt szeretem, ezt nem szeretem, megjelent hirtelen, ezt csinálom, azt csinálom, akkor sorsod van. És itt is teljesen fordított az, amit a spontaneitásról, szabadságról, önrendelkezésről óhajt belét kondicionálni a társadalom. Tehát gyakorlatilag egy kőkemény meghatározottságban élünk, mindaddig, amíg a belső működésünkre rá nem jövünk és fel nem ébredünk rá. Ezt hívják útnak, a felébredés folyamatát hívják útnak. Ha pedig csak kívülre dolgozol, ha pedig csak érzékszervi életet élsz, az sors, mert az iszonyú gyorsan meghatározható és irányítható kívülről. Miért? Mert te magad nem lettél szellemileg autonóm. És ezt az autonómiát adja a zen, és minden olyan út, ami a felébredés felé segíti az azon járót. Jó? Ez így oké? Okay? Szívesen. Hát, hogyha már elindultál egy úgymond rossz úton, és később veszed észre akkor oda, a zen, a visszatérés, mennyi, visszatérés, a jó útra a visszatérésben mennyire út segít? Nagyon. Folyamatosan láttatja, hogy mi következik abból, hogyha tovább mész a helytelen úton, és mi következik abból, ha váltasz, és a helyes irányba mész, és hogy hallottad, beszélünk életről, életekről, sohasem késő változtatni, sohasem hiába való helyesbíteni. Nincs késő. Jó. Én, mint szülő, szeretném fölteni a kérdésemet. Két gyermekkel járok a Vitakit Egyesülethez, és beszéltünk a függőségről. Most a gyerekek is függnek tőlünk, meg a szülők is függnek tőlük. Ez kölcsönös. És ez így van rendjén. Hogy meddig tudunk nekik irányt mutatni? Hát egész addig, amíg elfogadják. Tehát amikor már annyira megerősödik a saját akaratuk, hogy nem hallgatnak a szülőkre, akkor viszont a szabadság mellé a felelősséget is a kezükbe kell adni, és a felelősség mellé a szabadságot, ugyanis általában csak az egyiket akarják. A szabadságot szeretnék, felelősség nélkül. Igen. Na most a jó szülő mind a kettőt egyszerre odaadja, hogy az lesz, amit szeretnél, de, de fizeted. Tehát ezt akarod? Oké, dolgozz meg érte. És akkor az lesz. Vagy kompromisszum. Mi Az élet az kompromisszumok gyűjteménye, de helyes kompromisszumokat kell kötni. Igen. Mint például kis játékfüggőség alakult ki a fiamnál, és van ilyen alakunk, hogy csak a helyeségéről kérdeznék, hogy ha rossz jegyet hoz, kevesebbet játszhat, ha jobb jegyet hoz, akkor nyugtól hagyom, de persze vannak határok. Hogy ez is így helyes, vagy ez már... Működik egy kicsi... úgy, hogy megfelelő a, a tanulmány eredmény? Ö, igen. Akkor így kell hagyni, nem szabad még tovább, mint a régi Stahanovista mozdalom, hogy na most akkor ez a 110% holnaptól csak 90, uh -huh. és akkor megintessék 100-ig földolgozni, 110-et túlte, túl, és 130, és akkor a 130 a jövő héten már csak 100. Tehát ez volt a Stahanov mozgalom. És ez volt a kommunizmusnak az egyik nagy rákfenéje, több sebből vérzett a rendszer, de ez biztos, hogy az volt, nem lehetett biztosat tudni. Na most, mi kell a tanításhoz, neveléshez egy kiszámítható környezet? És főleg az elvárások környezete, az elvárások rendszere nagyon világos kell, hogy legyen. Az a jó, hogy itt apuka és anyuka kompromisszuma együtt fog olyat csinálni, ha van apuka közelben, akkor nincs. Tehát. Hogy, hogy kellőképpen improvizatív és előre megírt legyen egyszerre. Tehát, hogy nem lehet csak kottából zenélni, néha improvizálni is kell, de a csak improvizáció az se jó. Tehát rugalmas legyen a rendszer, de következetes. Tehát én erre azt tudom mondani, hogy általában, mivel nem az első vagy, aki ilyen kérdést tesz föl, ez korunknak az egyik legnagyobb probléma, hogy hogyan szedett ki a szerverből a gyereket. Nem tudod eltiltani, mert ordít. És akkor totál ellenszegülés van. Viszont azt is láthatni kell, hogy a, a 24 órás szerverjáték, meg 36-48 órás nem csak dehidrációval jár, hanem az agyát teljesen tönkre teszi. És nem most, 5-10 év. Most még csak beszippantja. De a lényeg az, hogy óra rend kell. Óra rend kell. És az órarend ne féljé, ne tőlem félje, ettől félj. Tehát a lényeg az, hogy amikor arról van szó, hogy óra rend, akkor azt, azt meg kell írni, hogy ettől eddig ezen a napon játszhatsz, stb. és utána más van, utána eszünk, iszunk, alszunk, tanulunk, sétálunk, sportolunk, beszélgetünk, stb. Egyensúly kell. Az egyensúlyt nagyon jó megmagyarázni, azt a székkel. Bármelyik lába hiányzik, egyensúly zavar van. Az élet több lábon áll, az egyik lába a komputer, és a játék, a másik lába a sport, harmadik a tanulás, negyedik a jelenlét, a családban, stb. stb. Uh -huh. Tehát nem lehet egyiket se túlzásba vinni, sem pedig teljesen meg, megsemmisíteni vagy megszüntetni. És itt az arányosság és a középút. A teljesítmény, ugye elv, és a bizonyos szintű rugalmasság, mert akkor a gyerek megbízik benned, hogy nem rosszat akarsz neki, nem meg akarod fosztani, nem egészségesé akarod tenni. És tudod, mi a legjobb? Magyarországon még nincs internetfüggő klinika, tudtommal, bár egy, akár lehetne is, de el lehetne menni egy ö, olyan helyre, bármilyen rehab, vagy detox, vagy bármi, a súlyos függőket hoznak ki függésbe. És az a, az a látogatás, az szemléletformáló. Igen, meg a kapcsolatban jó, ezt a működik. De amikor szünet van, akkor meg valahogy... Sporttábor, túratábor, Ilyen tábor, olyan Nem. És úgy, utána pedig közösen összelejük a szülőkkel, hátizsákok, túrák, kenuk, elképesztő igénybevétel, igénybevétel és tapasztalat. Most például, amikor a Timi még nem, vagy a, az anyuka még nem mondta, hogy nincsen meg a férj, akkor ön előtte már rájött, és hogy ezt a testi jelekből, vagy honnan tudta? Nem tudom, hogy honnan tudtam. Azért működik. Ha tudnám, hogy honnan tudom, akkor el tudnám felejteni. Mert De mivel látom. nem tudom, hogy honnan tudom, ezért nem felejtem el. Mert láttam, hogy előtte már tudta, vagy sejtette. Hey, te láttad? Ne. Wow! Nagyon jó! Nagyon jó! Így tovább. Ezt a látást kell még acélozni. Nem, nem Oké. Okay. Megköszönöm akkor Attila meghívását, és a sok jó kérdést mindenkitől anyáktól, fiúktól, lányoktól, akkor egy hónap múlva találkozunk nagyjából ugyanitt. Köszönöm szépen a figyelmet!